13 éve lakom itt, és úgy gondolom, hogy szülőfalum Magyarigen után talán ez áll a legközelebb a szívemhez. Valahogy úgy érzem, hogy én igazi kőhalmi vagyok, és valahogy a kőhalmi emberek is úgy fogadnak engem, hogy ténylegesen kőhalmi vagyok, hiszen valamit ezért a városért tehettem. Megszerettem embereit, úgy a magyarokat, mint a románokat, azt a kevés 100 embert, akik itt laknak. Én vagyok Bölés Manuel Nikolaj, és jövök a Hűrmösről. Én jöttem ide, hogy tanulom magyarul. Holmági Bianco, román iskolába járok, Hűrmösi vagyok, és még hetedikben. Én vagyok Barabás Unok, Kialomból vagyok, és azért jöttem, hogy német iskolába járok, azért jöttem, hogy tanuljak magyarul. Te most elolvasod szépen hangosan ezt a verset. Nyagállítás, aki oktat engem annyi szépre jóra, hallgasson most kérem a kis tanulóra. Fogadja szívemnek hálás vallomását, érezze az élet minden nagy áldását. Ügyes vagy, ügyes. Birtalom Mihály a nevem, jöttem Erzsébetre, 14 éves vagyok, jöttem ide szorakozni. Ann-Kátrin Bukur vagyok, 11 éves vagyok, Németországba jöttem, és azért jöttem, hogy szorakozzak és tanuljak magyarul. Vetro Sándor a nevem, 16 éves vagyok, Bürkösről jövök. Jöttem ide szorakoztatni magam, és új dolgokat tanulni. Dobrinescu Florina vagyok, Kialomból. Jöttem ide, hogy tanuljak magyarul. 12 éves vagyok. Mit jelent az, hogy rokonértelmű szó? Románul hogy mondják? Szinonime. Na próbáljuk a tálal szóval, rokonértelmű szavakat. Tehát, hogy ugyanaz legyen a jelentése. Terít. Terít. Jó, más. Tesz a tányérba ételt, jó? Tölt, az is jó, ugye a leves töltik. Jó. Talál. Kap. Kap. Jó. Lel. Lel. Nagyon ügyes, jó. Igen. Andrzej Csáma vagyok, 14 évet töltök szeptember 14-en. Nagyanyelvről jövök, és azért jöttem, hogy tanuljak jobban magyarul, és szerezzek magamnak jobb barátnőket. Mindkettő szólástermő mese, tehát egy kis mese. Kiolvassa fel nekem az első szöveget hangosan. Na, jelentkezzen valaki, bátran. Tessék, Mária. A zöldifű és a fecske. Egy zöldifű elparazolta atyai javait, és csak egyetlen köpenye maradt. Amikor megpillantott egy idő előtt érkezett fecskét, azt hitte, hogy itt a tavasz, és már semmi szükség a köpenyre. Fogta hát, és eladta azt is. Később azonban, mikor ismét téli esre fordult az idő, egy nagy lett a hideg, megpillantotta a fecskét megfagyva holtan, és így szólt hozzá. No, te aztán elintéztél engemet és magadat is. Melyik az a szólásmondás, amelyben megfogalmazódik ennek a mesének az üzenete? Egy fecske nem hozta azt. Így van. Vagy még hogyan mondjuk? Egy fecske nem hoz nyarat. Backa Emanuela vagyok, a román iskolába járok, Örmösön.
Menjek hatodikba, 12 éves vagyok, és itt a táborban erősen szeretem a kirándulás. Amiket mi kiosztottunk nekik első nap, és minden nap elolvasták ugyanazt a versikét, hát most gyönyörűen olvassák ezek a kicsik. Úgyhogy volt egy eredmény ezért. Akkor lenne igazán érdemes, hogyha egy-két tanuló legalább 3-4 átjönne a magyar tagozatra, mert ugye itt vannak állomásiak, akik hát mind román tagozat, tiszta magyar gyermekek, tehát szülők, hát magyarok és román tagozatra. A szülő nem engedi. Hát így van, hát voltak próbálkozások, hogy becsalogassuk hozzánk, de hát nem. A kislányosainak az apja meghalt, az is azt mondta, hogy eljön-e, de ott jött otthonról semmit. Nem engedni. Áron el nem engedni. Tiszta magyar családok gyermekei román tagozatra járnak. Voltak helyzetek, hogy a tiszteletes úrék is, meg tanügyi káderek kimentünk, és próbáltuk meggyőzni a szülőket, de bizony nem járt sikerrel. Keserves helyzet. Színmagyar falvakban ugye nincs gyerek, ki anyanyelven tovább tanuljon. Nem tudom, mennyire lesz eredményes ez a mi munkánk itt. Iratkozik-e majd? Lesz-e kedve gyermeknek, szülőnek magyar iskolába iratni gyermekét? Hát egyelőre nem nagyon szerintem. Két-két táborozás. Ezt folytatni kell. Persze. Nem? És ha ez évente megismétlődik, akkor az nagyon jó volna. Parancsoljon, kedves tanítónőket mutassam be. Jó napot. Csobánka, Ilona, tanítónénink, a másik Gridány Júlia, magyar szakos tanárnő a középiskolában, Áros Bőzsi, Fóri Margita középiskolai. Fóriné, igen, én vagyok a Fóri Margita. Magyar szakos tanárnő, a Józsi. Józsi bácsi. Hát a Józsi bácsi a diákoknak. Igen, így van. A mindenes. Tehát ők voltak négyen a szakma irányítói ennek a... Jó, hát reméljük, hogy most már közalapítványunk is teljesíti azt, amit ígért. Tehát... Ja, én nagyon remélem, én nagyon remélem. Mi még jobban reméljük. Várjuk. Nagyon remélem, mert ha nem, le vagyok égve teljesen. Meg lesz most azért, haza fogok telefonálni és megkérdezni. Jó, az jó lenne megkérdezni, hogy mi történt még, és hol az áramszünet. Így van.
Békesség Istentől, ez itt Sokolom. Békesség Istentől, vannak urunk. Jó Isten tartson meg. Isten tartson meg. Ez itt Sokolom. Békesség Istentől. Köszönöm. Békesség Istentől! Békesség Istentől! Szeretettel köszöntjük Péter Sándor családját, szeretteivel, hozzátartozóival, szorványgyülekezetünk minden tagja nevében, Ernye 9 és fél családja, és az Anyaegyházközség minden tagjának nevében. Az Isten adja, hogy az, aki innen ma indul, a kőhalmi szorványgyülekezet iskolája felé, legyen e falunak öröme, legyen e falunak dísze hazatérve az övéi és nemzete javára. Isten tartson meg élénk az indulásodra. Isten segítsen itt. Légy ügyes, angyal. Na. Isten tartson meg, mami. Ne csak az egyik szeme, mind a két szeme katagjon. Isten meghallgassa. Békesség Istentől. Isten tartsa meg a bajuszot. Békesség Istentől. Békesség Istentől. Isten tartson meg. Békesség Istentől. Békesség Istentől. Békesség Istentől. Isten tartson meg, édesanyja. Isten tartson meg. Békesség Istentől. Békesség Istentől, János. Szervusz, legény. Tessék, gyere Élékén, gyere! Gyere Éléke! Természetesen mindig van. Tessék, kibocsát! Jó. Na, Éléke. Sándor, az almát, a krumpit. Tesszük be? Igen. Igen, lehet tenni. Egyszer csak a nagyobb. A nagyobbat, a krumplit, ami a vacsorához való. Igen. Jó. Na akkor, ez pedig a harmadik fogás. A kőhalmi ebéd mellé. Ennyi. Majd Isten ad többet helyett. Majd Isten ad még. Máskor is. Jó, Isten hallgassa meg. A kőhalmi várról azt kell tudni, hogy
szászok építették, de eredetileg egy kun elnevezésű vár lehetett, aminek a történészek szerint az a neve, hogy Repkába. Kun tájszólásban ez kőhalmot jelent. A kőhalom után lett kővár, ami már a szászok erődítménye. A szászok ezt börtönnek használták, ahova az engedetlen szászurakat bezárták. Magyar főurak is raboskodtak itt, törökök is próbálták bevenni. Polgári erődítmény volt, és a bástyáiban a szászok sokáig tartottak búzát, élelmet. Háborúk idején oda menekítették javaikat. Az 1960-as években az állam feljavította a várat, annak párbástyáját, és itt forgatták a híres román ifjúsági filmet, a Csiresárit, a kőhalmi várban. Ennek a felújításnak az lett az eredménye, hogy az elmúlt 30 év alatt, vagy 40 év alatt, akik itt laktak, a faanyagot eltüzelték. És az újjáépített várnak a faanyaga teljesen tönkrement, és ma abban a látható állapotban van. Igen, a keresztes család, nehéz sorsú család. Félig kőhalmi származásúak és Szentkeresztbányáról jöttek ide. Sok gyermekkel. Az egyik a gyermekek közül Szentkeresztbányán maradt a nagymamánál, és a többiek pedig itt a szülőkkel. Nos, munkanélküliek és ilyen alkalmi munkákból élnek. A város vezetősége meg rájuk bízta a vár gondnoki feladatot, tisztséget, és abból, amit a turisták egy kis pénzt fizetnek, abból tartják fenn a családot a várban. Magánzemlítár, itt volt a puska, hogy mondják, ott tartották a puskát. Itt ez a nagy kapu, itt jöttek be, akkor hozták az embereknek az ételt. Itt a kút, innen iszunk vizet. Régebb is innen ittak. 1623-ban volt építve, és 59 méter. Mi húzzuk? Egy nap körülbelül 5-6 ló. Mikor mosnak, akkor 200 liter vizet kell húzni egyszerre. Csizma nélkül nem lehet táncolni, mert akkor úgy nézzél kint, ha valamilyen, valahonnan más helyre jöttél volna. Ezt most kértem egy bácstól. Ő elvel szokott menni templomba. És elkértem tőle, és vissza kell vigyem aztán.
házak voltak, ott pedig legfeljül ott lakott a király. Károly Róbert, magyar király. Mi őrizzük a várat, a polgármester adta, hogy vigyázzunk a város. Kell fizessünk házbért, egy hónapra 85 000 lehet. Én a Grén gyermekeim addig nem tudták mi az, hogy nincs. Ugye volt akkor, de most nem tudom, hogy miért. Nincs. Most már tényleg nincs. Jó, nem dolgozunk, nincs. De mikor dolgozunk, sincs több. Karácsonyfa van-e? Karácsonyfa. Az a baj, hogy nincs. Erről még egy-két ágat levágunk, és felszúrjuk oda valamelyik fénykép mellé, és nem lesz mit csinálni. Szóval egy fény megfázol. Hogy nincs rokonság, olyan, aki segítsen, nincs olyan ismerős, vagy barát azért, mikor kell inni, akkor kerül inni. Aztán most 29-én 15 éves házassági évfordulónk. 15? Hát, 19-én? Igen. Nem ilyen jó. Aztán akkor várjuk, hogy hallám valakit, hogy valami jót kapunk. Már én. Valami dugja az angyalka. Fűzs be! Oda. Jó, meg számítsuk, nem is. Olyan hamar el is telt ez a 15 év, nem is jó, hogy higgyem. Csak a gyerekekről látszik, hogy tényleg telik az idő. És még fiatalok vagyunk. Pláne én. Nagyon fiatal. Hát, hiszen nem is vagyok, én 31 éves vagyok. Ah! 32. Egy, még kettőt nem töltöttem, majd nyáron. És apuka csak 36 éves, úgyhogy csak fiatalok vagyunk. Tehát akkor van még lehetőség valami újat kezdeni? Hát még van, de nehezen. A városban több a román, mint a magyar, pedig ezelőtt 100 város volt, 100-ot mind elköltöztek Németországba. A Pedagógus Szövetség megalakulásának 10. évfordulóját. És ezek az ünnepen
Ezüst gyopár éremmel tüntették ki azokat, akik lelkes munkájukkal valamiképpen segítették szervezetünket. Ezért nagyon örvendek, hogy ilyen népes közönség előtt, anyukák, apukák, pedagógus társaim előtt átadhatom Szegedi Lászlónak az ezüst gyopárdíjat. Isten tartsa meg az útra indulni valót, hogy sok öröm és sok szép térjen haza vele ennek a falunak, ennek a háznak, és mindannyunknak örömére. Erőt, egészséget mindannyiunknak, neked a Jóisten pedig tartson meg tovább tanulásodra. Megkérdezem a Péter családot. Örvend vagy bánatos szívvel indítja útnak tovább tanulására az egyetlen leánygyermekét? Örvendünk. Édesanyja öröme, adja Isten, hogy ne legyen könnyes a szeme utána. Édesapa? Igen, és nem is. Igen, és nem is. Sajnálom, hogy nem, mert itt volt közöttünk. És ha tovább megy? Ha tovább megy, adja jó Isten, hogy nem, minél jobb, és minél... Nagyon szofogodnak. Nagymama pedig mit szól? Én azt mondom, hogy legyen eszes, tanuljon, hogy valami legyen belőle is. Ne húzza a papát, minnyük. Nekünk is imádságunk lesz tovább tanulásáért, és amennyiben rajtunk áll pedig az anyagiakban is, hogy amire indul, azt meg is tehesse, és úgy térjen haza a faluba, hogy ne szégyeljük, hogy innen elvittük magyar iskolába tovább tanulásra. Jó. Azokat te tartok, mint én. Békesség Istentől, Isten áldjon mindenkit! Thank you.
kőhalom, arra tetszenek emlékezni? Jó, hát aztán más volt, nem, mint most, most semmi sincsen. Szép kultúrát is ment. Igen, itt volt szép színházot, játszottak be, olyan műkedvelők, tudja? De voltak olyanok, hogy olyan szép színházot játszottak, és zene volt, volt egy orkeszter, ugyebár egy hegedűvel és ízével zongora is az, és akkor volt a fúvózene, két zene is volt kőhalomban, fúvózene. Úgyhogy voltak jó bálok, voltak ünnepék, ugye lenni a karácsonyi bál, az egy nagyon intelligens bál volt, ott csak kesztyűvel is frakkal kellett menni, és kiválogatott ruhákkal a nők. Aztán volt új évben, ott játszottak mindig egy színházot egészen, 12-ük, akkor sorsjegyeztek, és azután volt tánc egész reggelig. Most már semmi sincs. Semmi. És akkor gondolom, hogy Künkös a... Künkös harmadnapjánk volt egy szép májelés, itt a Grigori erdőben úgy mondtuk, a Grigori erdő volt, ott volt egy szép táncet csinálva, és aztán a kicsi nagyjal együtt ott táncoltunk. Úgy mind kimentünk a zenével a papilakhoz, és ott énekeltünk három éneket, és akkor a pap szép beszédet tartott is az igazgató az iskolából, és akkor énekeltük Siebenbürgenland Segens, a mi énekünket ugyebár, és akkor hazamentünk. Aztán a mestereknek voltak inasok, ugyebár. Tudom, az én édesapámnak is volt Barotról, és volt Rákosról, magyar fiúk, s volt Hévízről neki. És voltak szászfiúk, s voltak román fiúk, de azok nem veszekedtek a műhelybe, azok ugyan egyetértettek. Dolgoztak is szépen, ott nem volt semmi veszekedés, hogy valami alattuk, közöttük. Mind a ketten nagyon szépen beszélnek magyarul. Nyilván itt valamikor a 30-as, 40-es években még nem volt sok magyar, de azért akadt. Mikor kicsi gyermek voltunk. Volt még magyar, de itt a Várutcában sok magyar igen. volt, és gyerekek is voltak. Játszottunk egymással is, úgy tanultunk. Igen. A románok mondnak mindig, na, hogy tudnak ilyen jóra, magyarul, németül, románul, mondom, maguk miért nem tanulnak? Hát ők is köztünk volt, de nem tanultak. Igen, nem, ők nem szerettek. Ők csak románul. Most adnak a gyermeket, mint német osztályban. Igen, most adják a német iskolát, tanuljanak németül. És ilyen nehéz vélik. Itt más élet volt, más élet Thank you.
Apa! Ezek a gyerekek tudnak lenni. Jó napot! Neked is csak lomát is lehet asszony. Hoztunk mi is egyet, a negyediket. Szorvány gyereket. Szerus. Azért, mert mi most hogyan gondolkozunk, hogy melyik maradjon itt, ami vagy. Ja. Kedj. Mi hoztuk a gondnoknak Ernyedül a kislányát. Szorvány gyerekezetünk gondnokja. Farkas Gábor. Anyuka, ez ezzel jár, angyalkám. Azért, hogy üres marad a ház. Hát igen. Még már viszik a kőt is ide. Hogy is van, nekünk elég bajunk. Mi lányaink testen vannak, ugye? Na. Én egyedül otthon, kérdezd meg Gábortól. Tudom. Amikor telefonál, mindig én vagyok otthon. De az Isten, ha na, kettő ugye? Vagy követke. Három elment, negyediket adott. És annak is a gondját fölvettük. Kislány. Ezt a kislány mi hozzuk? Igen, igen, hallottam, hogy megszerette itt a, mikor volt a, igen. Az anyanyelvi tábor. Igen. Ő kívánkozik, hogy jöjjön. Nagyon szép, szép dolog. Jó ez a lehetőség. Tábor volt, igen. Megszerette, és ide akart jönni a felül, ahol nincsen fát, az ki? Igen. Hol akarsz aludni, fent vagy lent? Fent. Fent. És még nagyobb a csupasz. De hozzunk majd egy fányra. Jó? Itt van, Barna. Kész, meg vagyunk kívül. Ágy nem üt hoztál, ugye? Kezdj csukolni. Békesség is tartom. Szerus, majd tiszteltünk. Na, Jányut? Meghoztuk, fent van. Már szobát. Szobát foglalt? Hát is adták neki. Jó nagyszerű. Pakolt. Örvendek. Papa is jött? Jött a szülés? Igen, mama is, tata is. Mama is, tata is, a piroska. Igen. Piroska. Melyik szobába tettétek? Az alsóba, felsőbe? Felsőbe. Jött a nevelőnő is el. Jó, igen. Jó nagyszerű. Igen. Talán nézzük meg, hogy jó környezetbe kerüljön. Jó. Tessék, most már mi hoztuk, és átadjuk. Kilencedikben ki van itt, gyerekek? Na hát itt vagy, három osztálytársnőd is van. Ki kilencedikesek. Azt hiszem, te alsó Rákosi vagy? Te? Fogarasi. Fogarasi? Fogaras. Fogaras, a két Ildikó így van. Igaz, azt hiszem, van még itt Rákosi kislány. Úgyhogy osztálytársnőid vannak itt. Jól van itt? Meleg van, csempekája, a fürdőszoba, minden. Jó? Na, és akkor majd lejönnek a szobába, és ott a többit elbeszéljük, hogy jó. Hogy legyen. Jó? Addig egy kicsit. Köszönjük a kedves fogadtatást. Jó. Köszönöm szépen. Az élelmet azt majd levisszük, és megmutatom. Jó. A hűtőt. Ha esetleg tészta van, az maradhat, mert az biztos, hogy este megeszik. Jó? Érdekes, mert két nyelven fogunk beszélni. Én egy este máson. Jó. Létfontosságú ez a bentlakás. A magyar tagozat a liceumban nem létezne, nem. A bentlakás nélkül. Nekünk nagyon sok diákunk, hát távolról, Csíkon túlról, Csíkszeredán túlról jön, és a két homorúd völgye szinte itt van. És ha nem létezne, a vesztesség nagyon nagy lenne. Iskola, Steó József ipari gimnázium, középiskola, szakközépiskola, amit Ferdinánd a király alapított 1922-ben, Steó József íróköltőnek a nevét viseli, aki a közeli Darócon, Homorod Darócon született, nagyon jól beszélt magyarul, Petőfinek is nagyon sok művét lefordította magyarra, az ő nevét viseli, és ennek a középiskolának a keretén belül működik a mi magyar szórványiskolánk is, állami keretek között.
ha bár a kártyában csak nincsen szerencsém, akkor bár lenne az életem. Tisztek után. Hána. Nem, az asztalon. A jobban lássuk. Tornából vizsgálzom? Igen. Egyenes. Egy. Kettő. Három. Négy. Jobban menjél le. Még hat. Öt. Hét. Kilenc. Nyolc. Tíz. Kilenc. Három. Tíz. Kettő. Tizenegy. Elég volt a hát. Kettőt csinálhatok. Na, tudsz számolni? Igen. Csak hogy vizsgálsz. Na, hogy vizsgálsz. Tízes. Honnanból sikerült? Tornából tíz. Tíz mínusz tíz. Ha barabból szedjem ki a jegyem. Egyet szeretném megkérdezni. Itt van a tiszteletes úr is. Mondja meg önöknek, hogy a 70 gyermeknek hogy lehet kibírni, és milyen, hogy 70 gyermeknek az apja legyél. Öröm nagy családban lenni, az életünket betölti, és annak idején, amikor megnősültem, mondottam a feleségemnek, hát ha édesapámnak 4 gyermeke volt, nekem 5 kell legyen, ugye, kicsivel betyárabb legyek. Hát a Jóisten ugye az 5 helyett 70-et adott, mégis ez egy minőségi és egy mennyiségi ugrást jelent, és azóta megtapasztaltam, mi a nagy családnak az öröme, és a gyülekezet is így teljes ifjúsággal és gyermekekkel. A mi udvarunk mindig gyermekzajtól és gyermekkacagástól van tele. Némelykor van sírás is, talán azt sokszor csak a párna látja, vagy talán a szomszéd gyermek, ugye, közületek. Hát még sírtok is, ez az igazság. Azoknak, akik először jönnek be az internátusba, egy kicsit nehéz, ezt valljátok be őszintén, ugye. Nehéz elszakadni otthonról, a szülőfaluból, eljönni az édesanyja szoknyája mellől. Otthon megszoktátok, hogy mindent előkészítenek, itt saját magatokat kell ellássátok. És meg aztán, akinek gondjai vannak, azok a kisebbek a nagyobbakhoz hozzá nőnek, egy kicsit hozzá tapadnak, és mindenki megtalálja helyét ebben a családban, hogy mit kell tennie. Most köcsönkünk betet Albert, a szószín de prina mec, si adu ce darul multe, pe la fete și Cernice Părinte, stimați domni, bine ați venit în parohia reformată Rupia, în această sală festivă. Ne bucurăm ca în fiecare an, înaintea Crăciunului, să vă primim pe dumneavoastră cu corul mixt de bărbați a orașului Rupia. Ne face cinste și onoare să vă avem printre noi și împreună să ne pregătim sufletește și prin cântec pentru primirea nașterii Domnului Iisus Hristos. Bine ați venit și vă dorim sărbători fericite și un program bogat oferit pentru orașul nostru. Mulțumim, Preacucernice Părinte, pentru... Mulțumim din tot sufletul și noi pentru că ne-ați primit și vrem să vă sădim în sufletele noastre harul dumnezeiesc prin frumoasele colinde cu care vă vom încânta în clipele următoare. Mulțumim. Bucuria întâmpinării sărbătorii nașterii Domnului ne dă pentru a doua oară prilejul și privilegiul de a vă prezenta un mini concert de colinde.
Bună dimineața, moșașul, la moșe, ne dați somnul, ne dați somnul, ne dați somnul. A városnak a közhangulatáról tudni kell azt, hogy nagyon toleráns, és mindaz, amit mi a magyarság megtehettünk az elmúlt évtized alatt, hogy három magyar felekezeti templom épült, hogy magyar iskola működik az óvodától az iskoláig. Ez annak köszönhető, hogy nagy megértésre találtunk úgy a város lakossága részéről, mint a város vezetősége részéről. A tanárok és az iskola is együttműködik velünk, hogy a sokszínűsége, az a több nemzetiségű jellege a városnak megmaradjon, és el tudom képzelni, hogy a közeljövőben, ha országosan más lesz az élet, a helyzet, hát bizonyára, hogy ez a város visszanyerhetné a patináját, a jelentőségét, a fontosságát, és próbáljuk a kitelepedett, elvándorolt szászoknak a nyomában a magyarság számára ezt a kőhalmot újjáépíteni. Ha ez a vár romos is, azért az egyház, az iskola, a magyarságnak a közintézményei megújulók, tehát nem romok, nem kőhalmok, hanem jövendőt ígérő intézmények, és én úgy hiszem, hogy érdemes itt élni, érdemes itt dolgozni, és érdemes itt jövőt tervezni.